Oké, gépjárműre. Épp terepbejárást tartanak a decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai a Tolnai Lehel utcában. A munkacsoportot a település alpolgármestere vezeti, de a közös munkában részt vesz a körzet önkormányzati képviselője, a rendőrség munkatársai, közlekedési szakértők és autósoktató, valamint az önkormányzat műszaki osztályának szakértői is. Egyrészt jogszabályi előírás is, hogy az út tulajdonosának kezelőjének 5 évente felül kell vizsgálni a kezelésében lévő utak forgalmi rendjét. Másrészt ugye a városvezetés múlt év folyamán őszén már megfogalmazta ebbéli szándékát, hiszen tapasztaljuk, érzékeljük nap mint nap, hogy az elmúlt években nagy mértékben megnövekedett városunkban, településünkön is a forgalom. Elsősorban itt a járműforgalomra gondolok. Ennek eredményeként egyre több autós használja ugyanazokat a köztereket, amiket annak idején jóval kisebb forgalomra terveztek. A város vezetői pedig ezt szem előtt tartva is igyekeznek minél biztonságosabbá és kényelmesebbé tenni a közlekedést Tolnán. Ehhez pedig a település több részén módosítani kell a forgalmi rendet. Ezen dolgozik már második hónapja a munkacsoport. Elkezdte a munkát a munkacsoportunk múlt év december elején. 6 forgalmi körzetre osztottuk a települést földrajzilag. Igyekszünk összefüggően egymás után körzetről körzetre haladva föltérképezni a problémákat és a megoldási javaslatokat kidolgozni. Itt az iskola környékén a parkolással valahogy szabályozott keretek közé kellene azt is szorítani, mert ha mindkét oldalon áll az autó, nagyobb rendezvény, akkor ez tényleg csak egy irányú forgalmat biztosít. Úgyhogy itt valahogy ott az a nagy zöld terület, ott valahogy ki kéne alakítani, hogy fölfestve esetleg parkolósáv. Decemberben 2 körzetet sikerült áttekintenünk. Mai nap ezeknek a körzeteknek a szakmai anyagának a véglegesítése, megfogalmazása, gyakorlatilag a lezárása volt a délelőtt feladata, illetve a harmadik forgalmi körzetben terepszemlét tartunk, ami után ugye majd újra összeülünk és elképzeléseinket papírra vetjük. Munkája pedig bőven van a munkacsoportnak, nem kisebb feladat ugyanis az övék, mint hogy március végéig egy a város egészét érintő a közlekedéssel kapcsolatos ajánlást nyújtsanak be a közgyűlésnek. Örülök, hogy tudunk erről beszélni, hiszen minden lehetőséget igyekszünk megragadni, hogy informáljuk, tájékoztassuk a lakosságot, hogy dolgozik a munkacsoport, ha észrevételeik, meglátásaik, gondolataik vannak, nagyon szívesen állok rendelkezésre, gyűjtöm az információkat részemre, akár e-mail formájában is az alpolgármester@tolna.hu e-mail címre várom a hozzászólásokat, észrevételeket, illetve a különböző kommunikációs csatornákon, úgy mint közösségi média, hírlap, megyei újság, illetve a Tolna Táj TV, és igyekszünk tájékoztatni a lakosságot. Itt azt fogalmazta meg a lakó, hogy ezek miatt a parkolási anomáliák miatt, hogy egyirányosítani kellene ezt az utcát. De ennek nincs alternatívája, tehát hova tereled a forgalmat, nem? Ez pedig már a Garai utcai orvosi rendelő előtti terület, itt is alapos egyeztetés előzi meg az ötletek papírra vetését. Van kerékpáros, gyalogos forgalom, az intézmények, ugye itt elsősorban óvodák, iskolák környékére gondolok, ugye előterjes gyalogos forgalom van, tehát ezeknek az együttes összehangolása lesz majd itt a nagy kihívás, hogy próbáljunk minden szempontnak megfelelni. Látható az utcákba vetérve egyébként, ott, ahol egy-két autó parkolt kint éjszakánként ma, 10-15-20 utca méretétől függően még akár több autó is parkol éjszakánként az úton, vagy az utcába. Hát ami az úton, az sajnos probléma, mert nehezíti a közlekedést, tehát ugye ezért is a szabályozásnak egy kulcspontja, hogy próbáljuk mindenhol a zavartalan forgalmi rendet biztosítani, tehát ezeket a lehetőségeket, hogy útpályán parkoljunk, nem igazából szabad megengedni. A parkolóhelyek korlátozott száma mellett komoly fejtörést okoz a munkacsoport tagjainak az a tény is, hogy a városban évek óta rendszeresen rongálnak meg utcanévtáblákat. Ez pedig nem csak esztétikailag rontja a település összképét, hanem tragédiát is okozhat, ha például a tűzoltók vagy a mentők nem találnak meg egy címet időben. Évekkel ezelőtt kerültek kihelyezésre az utcanévtáblák, oly módon, hogy az utcák végén egy önálló tartóra kerültek felszerelésre, ami egy nagyon-nagyon jó ötlet volt és remekül kivitelezett megoldás, hiszen nagyon jó tájékozódási lehetőséget nyújt a közlekedés. Sajnos rendszeresen rongálják ezeket. Most már gyakorlatilag a harmadik garnitúra utcanévtáblát helyeztük ki,
két évvel ezelőtt, de ennek a költsége ez körülbelül 3 millió forint volt abban az évben, amikor a táblákat újra gyártattuk, kihelyeztük, de sajnos mind a mai napig rendszeresek a tábla rongálások, valamikor egy visszaszereléssel megoldható, de nagyon sok táblánk már hiányzik, gyakorlatilag eltűntek, vagy oly módon rongálódtak, hogy azok már nem felhasználhatók. Ugye ennek nem csak anyagi vonzata, ami problémát jelent, hanem az, hogy nem tölti be a funkcióját. Jogszabály is előírja, de igazából bennünket, az itt élőket, vagy a településünkre érkezőket szolgálja az, hogy könnyen lehet tájékozódni. Ugyanez igaz a házszámtáblákra is. Azokkal kapcsolatban is jogszabály rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosoknak kötelességük feltüntetni, hogy pontosan az utca hányas szám alatt laknak. Hát jól felfogott érdekünk ezt megtegyük, hiszen mentő, tűzoltó gyakorlatilag erről tud tájékozódni. Tehát nem csak azért szükségszerű ez, mert jogszabály előírja, hanem a mindennapi életünknek egy fontos eszköze, a saját biztonságunk érdekében úgy gondolom, hogy erre is oda kellene figyelni az itt lakóknak. A decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai tehát a Tolnán kijelölt 6 körzetből 3-at már felmértek. Ezekkel kapcsolatban most a tervezett módosítások kidolgozása zajlik. Márciusig pedig valamennyi körzet esetében megtörténik ugyanez. Akkor pedig a közgyűlés dönt majd arról, hogy hol milyen módosítások szükségesek ahhoz, hogy a városban igazán kényelmesen és biztonságosan lehessen továbbra is közlekedni.